Üdvözlöm, kedves barátaim! Van egy nagyon jó mondás, hogyha akarsz lenni produktív, hatékony és saját győzelmet tapasztalni mindig, bármit csinálsz, akkor van egy ilyen mondás a menedzsment iskolákban, ne felejtsd el élesíteni a fűrészt. Képzeljünk el, megyünk erdőbe, halljunk, hogy valaki fűrészel és nagyot lélegez, és gondolom, mi ez, valami fontos dolog történik, oda megyünk, látunk, valaki nagyon fűrészel, folyik róla az izzadság, és fűrészel, de közben látjuk, hogy alig fűrészel a fűrész. Észreveszünk veletek, hogy nem éles. És akkor mondjuk, mióta itt vagy? Hát, vagy 3 órát megállás nélkül fűrészelek, időre kell megcsinálnom. És akkor megkérdezünk tőle, jó, de miért nem élesítesz a fűrészt? Nincs rá időm. Írjátok kommentekbe, kinek voltak már ilyen hasonló dolgok, mikor kellene valamit élesíteni, megjavítani, de nincsen idő, és akkor ugyanakkor mi egyre jobban törekszünk ezt megcsinálni, de nem, az eredmény nincs. Vagy ki annyira le van foglalva autóvezetéssel, hogy nincs idő tankolni. Szóval ugyanúgy itt is nagyon fontos megállni és belefektetni. A védikus írások mondják, fektess be a lelki, élesíts meg a lelkedet. Meg kell állni, és dedikálni kell időt a saját léleknek. Habár az ember az érzelmekből áll, a testből és a lélekből, de ugyanakkor, hogyha valaki befele fektet elsősorban lélekbe, az fog segíteni hatékonyan belefektetni az érzelmekbe és a testbe. Szóval Kirtan Fest arról szó, élesítsünk meg a saját életünket, hogy utána minőségi, eredményes és produktív legyen az életünk. Ezért gyertek el, Kirtan Fest segít kikapcsolódni teljesen a rutintól, befele egy kicsit fordulni és elindítani a belső munkát, amitől sokkal élesebb lesz az intelligenciánk, és ugyanakkor szerzünk lelki érzelmeket, és egy csodálatos, szociális győzelmet fogunk aratni, mert Kirtan Fest, ez érzelmi, lelki és szociális. És ezt, ami igényel egy lélek, egy ember. Részletes információt Kirtan Festről fogtok találni videó alatt a leírásban, ott lesz regisztráció, link és minden más információ. Gyertek el erre csodálatos programra, és majd ott találkozunk október 12-én Békés Csabán. Hare Krishna!